Kétszer halasztották el a rossz idő miatt a rendezvényt, melyre 40 országból érkeztek versenyzők. A nevezésnél meg lehetett adni, hogy milyen településről érkezett valaki. 8 név mellett volt feltüntetve Kalocsa. Az első kettőnél bíztam, hogy elhalasztják, mert néztük az időjárás jelentést. A harmadiknál már bíztunk benne, hogy megtartják, hogy túl legyünk rajta. Én mikor először voltam, most már több mint 20 éve, akkor nem volt halasztás, nem is sikerült átúsznunk, mert nagy volt a szél, hideg volt a víz, és hát ki kellett menni minket a vízből, mert 1 kilométerrel a vége előtt feladtuk. A víz hőmérsékletére nem lehetett panasz, a szélre annál inkább. A nyílt vízi úszáshoz a tapasztalt versenyzők disznózsírt, kacsazsírt ajánlottak, illetve vazelint. Mi egy tubus vazelint magunkra kentünk, hogy ne fázzunk, amit utána persze nem bírtunk leszedni magunkról. Nagy volt a szél. Ez azért meglepő volt, hogy mekkora hullámok vannak. Egy olyan embernek, aki a medencébe szokott úszni, látja a medence alját. Hát ha kinyújtottam a kezemet, a könyökömig láttam a vízben, és ugye ez egy más úszást követel meg. Tehát máshogy kell venni a levegőt, előre is kell nézni, hogy ne így neki menjünk valakinek. Jobbról jöttek a hullámok, tehát jobb oldalra máshogy vettük a levegőt. Akkor figyelni kellett egymásra is, hogy ne hagyjuk el egymást a vízbe, tehát nagyon fárasztó volt. A kalocsai indulók közül többen most úszták át először a Balatont. Tompai Gáborék Bíros Péterrel volt válogatott vízilabdással is találkoztak a hullámok között. Volt egyetemista társaimmal találkoztam, aki szintén úszóedző, és már a saját úszóit vitte, 17-18 éves úszókat vitt vele, beszélgettem, azt mondta, hogy a gyerekeknek a felét ki kellett venni a vízből. Volt olyan, aki magától adta föl, volt olyan, akit a szervezők vettek ki a vízből, ilyet én még nem is hallottam. Ugye folyamatosan járkáltak föl le a hajók, 30-40 méterenként vannak kikötve vitorlások, és ott lehetett frissíteni, szőlőt, cukrot enni, meleg teát inni, és akire úgy gondolták, azt nem engedték tovább úszni. Legközelebb a velencei tavon úsznak Tompai Gáborék. A leghosszabb távot, a 6 kilométert célozták meg augusztus első hétvégéjén.